Az Erzsébet napok keretében idén is megrendezték a helytörténeti vetélkedőt Pesterzsébeten. A kerületi általános iskolák körében már jól ismert versenyen többféle feladat és szórakozás várta a tanulókat. Meg persze felkészült moderátorok a Csili részéről. Róluk és a mára már hagyománnyá vált vetélkedőről a főszervezőt, Berek Pétert kérdeztük. Mindig az Erzsébet napok idején szoktuk megrendezni, és általában minden évben van olyan, ami éppen aktuális, mint tudom, 100 éves a kerület, 100 éves a Csili, tehát valamilyen évforduló van, akkor az megjelenik, ugye tavaly előtt volt a 56-os a köré szerveződtünk. Az idén nincs semmilyen kiemelkedő dolog, úgy gondoltuk, hogy csinálunk egy olyan vetélkedő, ahol Sisi valamennyire ilyen központi téma. Például kíváncsiak vagyunk, hogy a kerületiek, az utcán megszólított kerületiek vajon tudják-e, hogy kiről lett elnevezve Pesterzsébet, és hogyha tudják, akkor mi jut róluk eszükbe. Tehát ilyen riportokat kell a gyerekeknek többek között csinálni, készíteni. Sisi korabeli legyezőnek az elkészítése szintén egy feladat, mint kézműves dolog, akkor Sisinek egy rejtjeles levelét kell, amelyet a magyarokhoz írt, ezt kell megfejteni. Tehát most egy kicsit ehhez a témakörhöz csatoltunk, de emellett még vannak persze más játékos dolgok is. Például én magam is meglepődtem, amikor utána néztem, hogy Erzsébeten 60 köztéri szobor van. Hogyha úgy megkérdeznénk egyébként az utcai járókelőit is, erről is, hogy tippeljenek, hogy mennyi van, hát lehet, hogy nem mondanának többet 6-7-nél. 60 köztéri szobor, köztük egyébként nagy nevű szobrászok is. Így most van egy olyan feladat is, hogy 10 szobrot én kiválasztottam. Rá kell jönni, hogy ezek hol vannak, és el kell oda futni, és szelfizni kell a szoborral együtt természetesen. Tehát, hogy valóban ott jártak, és hogy a 10-ből kihányat ismer föl, hogy látta-e már, és meg tudja mondani, illetve rájön-e, hogy egyébként hol található. Tehát egy ilyen mozgásos feladat is van, de ezen kívül persze ezek a klasszikus játékok is, mint a végén lesz majd az egy perc és nyersz. Itt már a háttérben ugye lehet látni, hogy zajlik az Xbox játék, az ugye roppant népszerű a körükben. Szóval ilyen összetételű az idei vetélkedő. Hányadik alkalommal került ez megrendezésre? Hát minimum 15. Minimum 15, mert én amióta itt vagyok, minden évben volt, tehát ez biztos, hogy 15, de pontos számot nem tudok mondani, azt mondom, hogy 15-20 között. Hány csapat vesz részt itt a mai napon ezen a vetélkedőn, és milyen korosztályúak ők? Az idén egy kicsit szomorúak vagyunk, mert egy iskolát időközben bezártak, akik nem tudnak részt venni a Tátra térit. A Adi iskola pedig éppen most ünnepli szintén a nagy születésnapját, ha jól emlékszem, akkor 120 vagy 140 éves az iskola, és ennek a központi nagy rendezvénye holnap után lesz, és elnézést kértek. Nagyon szerettek volna ők is játszani, de hát ők most gőzerővel erre készülnek. Így aztán most az idén csak 6 csapat lesz, de remélem, hogy ez azért ettől még jó hangulatú és sikeres lesz. A vetélkedőn résztvevő gyerekeknek a felkészülésben évről évre tanáraik segítenek. Az idei versenyen közülük Bakó Dorottyával beszélgettünk. Az önök iskolájában és akár az ön óráin mennyit foglalkoznak azzal, hogy lokálpatriotizmus vagy helyi értékek, helyi történetek? Ezt már alsó tagozatban kezdjük, az elsősök ismerkednek a környékkel, ugyanis nálunk az iskolában azt szoktuk csinálni, hogy minden osztály egy-egy útvonalat bejár érettségének és nagyságának megfelelően. Az alsó tagozatosok a környékbeli területeket nézik végig, aztán felsőben egy kicsit messzebbre megyünk. A helytörténetnek aztán a tanítását felsőben a történelem óra veszi át. Mindig keressük a helyi vonatkozásokat, és ez az őskortól kezdve megvan. Hogyan sikerült a mai feladatokat, ezeket a külsős feladatokat, hallottam, hogy rengeteg minden volt, teljesíteni, hogy sikerült a gyerekeknek, mennyi mindennel ismerkedhettek meg?
Hát még nem tudjuk a pontos eredményt, és nem tudjuk, hogy a pontjaink mennyit érnek, de lelkesedésből mindig győzni szoktunk, meg hát az az igazság, hogy az elmúlt vetélkedőket általában a hajós iskola nyerte. A titkot is elárulom, hogy miért, mert rengeteg lelkes gyerekünk van, akik szaladgálnak, rohangálnak, interjúkat készítenek, túrják az internetet, válaszokat keresnek különböző kérdésekre, és hát sok mindent tanulnak. Most idén a téma Erzsébet királyné, a kerületnek a névadója. Hány gyermekkel érkezett ide a mai napon? Most olyan nagyon sokan nincsenek itt mögöttem, de még legalább 50-en szaladgálnak a városban. Inkább nehéz őket visszafogni, 200 fős a felső tagozatunk, és nehéz őket visszafogni, hogy ne akarjanak részt venni. És ha itt maradnak a vetélkedő végéig, akkor látni fogja, hogy a leghangosabb csapat a miénk lesz, és a legszámosabb is, igen. Nem biztos, hogy ez problémát jelent, azt gondolom, ezen a vetélkedőn, sőt. Mennyire tanulnak meg a gyerekek ez alatt, a vetélkedő alatt közösen csapatban dolgozni? Nagyon fontos, és a felkészülés, mert erre nem lehet felkészülni, az valóban úgy kezdődik, hogy mindenki meggondolja azt, hogy miben ő a jó, és miben más a jó, és nem az én szeretném, hanem a csapat szeretné. De más dolgot is megtanulnak. Van itt most például egy feladat, amikor interjúkat kell készíteni erzsébeti lakosokkal. Megtanulnak kulturáltan viselkedni, köszönni, bemutatkozni, tudják, hogy az iskolájukat képviselik. Mit vár ettől a mai alkalomtól, vajon mennyire írja el a célját? Ha az a cél, hogy jól érezzük magunkat, hogy nagyon boldogok legyünk, és a végén büszkék legyünk az iskolánkra, hát ez helyezéstől függetlenül megvan, mert tényleg apait, anyait beletesz mindenki, a diákok is, és a tanárok is. Amint azt a helytörténeti vetélkedő főszervezőjétől megtudtuk, a kerületben működő művelődési központ számos módon próbál kapcsolatot kialakítani a fiatalokkal. Több feladatunk van, ugye nekünk, itt művelődési központnak, a kerület iskoláival. Az egyik az feltétlenül az, hogy valamilyen módon erősítsük a kapcsolatot a oktatási intézményekkel, hiszen nekünk nagyon sok rendezvényünknek a kimondottan célközönsége a kerületi iskolák, általános iskolák. Tehát ez is egy ilyen alkalom, amikor egy kicsit közelebb hozzuk őket a Csilihez. A másik feltétlenül az, hogy erősítsük egy kicsit az ismereteket a lakókörnyezetükről, tehát minden évben teszünk bele olyan feladatokat, ami ezt a célt szolgálja, hogy jobban megismerjék a kerületet. A harmadik pedig természetesen a szórakozás, mert hiszen ez egy játék, hát nevében ugyan helytörténeti vetélkedő, de hát azért játék, tehát itt a játékos részeket is szeretjük kidomborítani. Tehát, hogy egy fél napot hasznosan, jókedvűen és játékosan töltsenek el velünk.